Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron Televízióban. Az idei évben is rengeteg programmal készül a Soproni TIT, hogy melyek ezek, mit kell ezekről tudni. Erről beszélgetek Ulrich Judit ügyvezetővel, akit sok szeretettel köszöntök. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és akkor rögtön belevágnék a szabad egyetemi előadásokba, hiszen ez a hetente rendszeresen jelentkező programunk szerencsére egyre több nézőt vonz. Rögtön már január 28-án fogunk kezdeni, ugye a szabad egyetemi előadások időpontja mindig kedd, 18 óra, és január 28-án egy nagyon aktuális témával jelentkezünk, mert a tanulásról lesz szó. Most zárulnak az iskolákban a fél évek, és azt hiszem, hogy gyerekeket, felnőtteket egyaránt érinthet ez a téma. Győri Edit lesz a vendégünk, aki a Tanulni Könnyű tanoda megalapítója. Ő az, aki különböző kurzusokat szokott indítani felnőtteknek, gyerekeknek, hogy hogyan kell tanulni. Azt hiszem, mivel hogy nem tanuljuk meg egész életünk során azt, hogy, vagy kevés kivétellel, hogy hogyan is tanuljunk, mi az a fontos, amit ki kell emelni, felnőttnek, gyereknek nagyon hasznos lesz majd ez az előadás. És ezek a kurzusok szülőknek is úgy szólnak, hogy hogyan tudnak a gyerekeknek segíteni, illetve a gyerekek saját maguk tudják megtanulni azt, hogy hogyan kell megtanulniuk a feladott tananyagot. És mivel, hogy annyi stressz van az életünkben, a gyerekeknek a legnagyobb stresszt az adja, hogy hogyan tud megfelelni az iskolában, és ezzel a 45-50 perccel, ami majd kedden, tehát 28-án, 18 órakor kezdődik nálunk a TIT-ben, egy kicsit ízelítőt kapunk majd abból, hogy a stresszt hogyan oldjuk a gyerekeinkben, meg saját magunkban. Mit kell tudnia annak, aki szeretne eljutni ide? Most kérdezem azt, hogy belépőjegy, regisztráció, pontos helyszín. Tehát ezeket azért mondjuk el, mert ezek fontos, fontos dolgok. Én a magam részéről nagyon, nagyon fontosnak tartom azt, hogy próbáljunk ingyenesen valami nagyon tartalmasat adni. Tehát a szabad egyetemi előadások mindegyike ingyenes. A Lenk átjáróban található most a Soproni TIT, Várkerület 98 a pontos cím, de ez a Lenk átjárónak pont a közepén található. És regisztrálni nem kell. Mi nagyon örülünk, hogy azt veszük észre, hogy azért egyre többen jönnek hozzánk, és hozzá kell tennem, hogy korábban, illetve most is a nyugdíjas korosztály az, aki borzasztóan aktív. Talán mert ráérnek, talán az is benne van. Az is, hogy nagyon-nagyon sok minden érdekli őket. Ők is jönnek hozzánk, de családok és egyre több fiatal középiskolások, általános iskolások jönnek, illetve családok hozzák a gyerekeket. Ez nagyon jó tapasztalat volt az elmúlt évben, hogy a Madártani Egyesület előadásaira jöttek az érdeklődő ifjú szülők, és hozták magukkal a gyerekeket. Summa summarum, ingyenes, a Lenk átjáróban található, és mindig kedden van. És akkor nézzük is a többi programot, hiszen most itt elkezdtem számolni, de azt hiszem, hogy 11 néhány program vár majd az érdeklődőkre egészen március végéig van. Így most van, meg. Így van, március végéig, de hát gondolom lesz még folytatása. Nézzük a programokat, igen. Jó, hogy kikkel és milyen témákkal találkozhatunk. Február elején, már február 4-én dr. Tárkányi Sándornak lesz nálunk egy előadása. Ő már tartott szabad egyetemi előadást. A legutóbbi a Brembergi aranyvonatról, egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon új kutatásokat megfogalmazó és megmutató előadás volt. És ezt az előadást még Ágfalvára is kivittük, mert vannak kapcsolataink a környező településekkel. Ő a Sopron építészetről fog most előadást tartani, a két világháború közötti időszakról. Ezután az egészséges életmódra térünk egy kicsit rá, Nagy Krisztina dietetikus lesz a vendégünk, és ő egy nagyon fontos élelmiszerrel két előadáson keresztül foglalkozik majd, ez lesz a tej. Az elsőben a tejfehérje érzékenységről, a másodikban pedig a tej cukorérzékenységről lesz szó. És azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz, hogy igazából próbáljuk ne száműzni az étrendünkből a tejet. Azután a hulladékszegény életmódról lesz egy nagyon-nagyon újszerű előadásunk. Bányai Klaudia a Soproni Egyetemen tanul, és a Zero Waste, ez lesz a címe, tehát a nulla szeméttermelés, ez lesz majd az előadásának a témája. Itt, amikor ilyen sokat foglalkozunk a klíma helyzettel, azt hiszem, hogy ez egy nagyon aktuális téma lesz. Igen. Az egyetemről lesz még másik előadónk is, Kui Bíborka, aki az Endrológiai Alapítványnak a vezetője, a Soproni Egyetem botanikus kertjéről tart majd egy előadást. Aztán lesz egy
egy újabb soproni múltat felidéző előadásunk. Az elfeledett fertőtavi fürdők, ez lesz majd a címe, és a fertőtó kialakulása. Németh László nyugalmazott vízügyi mérnök fogja ezt az előadást tartani, és azt hiszem óriási élmény lesz, hogy megismerjük a régi és nagyon kiépült, nagyon szép, eklektikus fertőtavi fürdőket. Azután a utazásokról is lesz majd egy előadásunk, Nagy Péter idegenvezető jön majd. Utazás a világ végére, ez lesz majd az előadásának a címe. És a Fülöp-szigetekről, a Csendes-óceánról lesz majd szó. Vendégünk lesz ismét majd Bolodár Zoltán, aki soproni régi fotókon mutatja be majd a régi életet. Majd márciusban még Rakovszky Zsuzsa írónő is a vendégünk lesz. És azt hiszem, hogy nagyjából elmondtam mindent, talán valamit a Magyar Madártani Egyesület is. És már arról is ejtettünk szót, így van. Egy picit kanyarodjunk vissza még az elmúlt évre. Hogy értékelni az elmúlt évet, mennyire sikerült megvalósítani mindazt, amit kitűztek maguk elé? Hát sikerült. A terveinket, tehát a szabadegyetemi előadások szempontjából is sikerült megvalósítanunk. Új kapcsolatokat építettünk ki, új előadók jönnek majd. Remek kapcsolatot és közös pályázatot hoztunk létre a Soproni Városszépítő Egyesülettel. Ennek révén valósult meg a nyári táborunk, ahol 15 gyermek egy héten keresztül jött, dolgoztak a városban délután, városismereti túrákkal foglalkoztak. Ezen kívül most zárul le január-februárban két nagy pályázatunk, két uniós pályázatunk, ami két éven keresztül zajlott. Az egyik felnőtt képzés, 21 fajta képzést tudtunk megvalósítani a partnerekkel, főképpen hátrányos helyzetű embereknek, rétegeknek, csoportoknak. A másik pedig Sopron és Sopron környéki általános iskoláknak, óvodáknak szólt, és itt is nagyon remek partnerséget sikerült kialakítani, és szabadidős foglalkozásokat támogattunk ebben a pályázatban. Elindítottuk a soproni várjátékokat, nagyon jól sikerült, és ezt szintén tervezzük, hogy majd folytatjuk ebben az évben is. És hogyha már ebben az évben mi történik, szóba került, akkor tényleg mi történik még ebben az évben, hiszen nem hiszem, hogy a Szabad Egyetem lesz az egyetlen program. Így igaz, több tervünk van. Az egyik nagyon fontos tervünk, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot. Az egyik nagyon fontos tudás központunkkal, a Soproni Egyetemmel. Ezt két szempontból gondoljuk. Szeretnénk teret adni a végzősöknek olyan szempontból, hogy a diplomamunkáikat a nagy közönség elé tárhassák. Tehát ne vesszenek el okos, előrevívő, kreatív gondolatok azzal, hogy ő megírta, és akkor majd ott porosodik a diplomában. Szeretnénk, és már fel is vettük a kapcsolatot a Soproni Egyetemmel ez ügyben, hogy lehetőséget adjunk nekik, hogy elmondják, és ezt ebben a fél évben talán kétszer is gondoljuk egy-egy előadás sorozatban. A Soproni Egyetemen folyó tudományos munkáknak szeretnénk ugyanígy lehetőséget adni, tehát az oktatóknak, a tudományos munkatársaknak, a professzoruraknak, hölgyeknek lehetőséget szeretnénk adni, hogy a kutatásaikat ugyanígy a város elé tárják. Ezen kívül, mivel hogy nagyon sok embert, közönséget vonzanak a szabadtéri előadásaink, kirándulásokat szeretnénk tervezni és szervezni, ami igazából nem kerül pénzbe. Tehát teszem azt a kőszegi állatkórházba, hogyha meghirdetünk egy vonatos kirándulást, indulási idővel és visszaérkezési idővel, és ott az állomáson verbuválódik össze az utazó csapat, tehát ilyen dolgokat képzelünk még el, és ezen kívül bocsánatot kérek még az általános iskolásoknak, az iskoláknak szeretnénk egy olyan kínálatot kialakítani, ami úgynevezett tematikus természettudományi élményfoglalkozásoknak, élményóráknak a megtartását kínálja a TIT-ben. És ugye itt már azért, ha úgy jól sejtem, akkor a modern technikát is segítségül hívják. Így igaz. Rendelkezünk számítógépes parkkal, tehát laptopokkal, VR szemüvegekkel, tehát 3D szemüvegekkel, illetve okostáblával, olyan számítógépes lehetőségekkel, amik a
az élményszerű természettudományos ismereteket teszik lehetővé. Teszem azt egy VR szemüveggel, egy jól letöltött programmal, a Google Earth segítségével el lehet utazni a Grand Canyonba, vagy meg lehet ismerni egy biológiai testfelépítést, úgyhogy belemegy az ember a testbe. Ehhez a sokoldalú munkához ebben az évben is természetesen sok sikert szeretnék kívánni, és remélem, hogy nagyon sok élménnyel gazdagodnak majd azok, akik ellátogatnak a Soproni TIT programjaira. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Ulrich Juditnak. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.